A 2017-es költségvetés hozzávetőlegesen 28 milliárd forintról szól, melyben 17 milliárd forintot a fejlesztésekre, 11 milliárdot pedig a működésre irányoztak elő. Szarvas Péter sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy ez egy fejlesztés nehéz költségvetés. Nyugodtan lehet a fejlesztések évének nevezni a 2017-es évet. El kell mondani, hogy a fejlesztésekből 60-70%-ot az Európa Unió finanszíroz, alapvetően oktatási, iskolai, óvodai épületek energiaracionalizálására fog sor kerülni, számos óvoda és bölcsöde épület és 4 iskolai épület fog részben vagy egészben megújulni. Emellett elindul a sokak által várt Jaminai Egészségközpont új épületével kapcsolatos kivitelezés, elindul a piac rekonstrukciója, elindul a belváros átépítésének harmadik üteme, a Hunyadi tér megújításával, a Széchenyi liget megszépítésével és a Gőzmalom tér rendbetételével, de érinti a fejlesztések, a Munkácsi Mihály Múzeumot, a könyvtárat is természetesen, tehát nagyon sok ponton lesznek építkezések Békéscsabán 2017-ben vagy kivitelezések. A Fidesz frakciója szerint a költségvetés feszített és kockázatokkal terhelt, de örvendetes az, hogy nem kell adókat emelni, illetve új terheket bevezetni. Rendkívül feszített költségvetés, ahhoz, hogy megvalósuljon, ahhoz teljesülnie kell olyan bevételeknek, amelyek jelen pillanatban még kérdőjeles, hogy milyen szinten tudnak teljesülni, fejlesztési hitel felvételére is szükség van. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy ennek a költségvetésnek nagy erénye, hogy soha nem volt ilyen arányú fejlesztési rész a Békéscsabai költségvetésben. A 28 milliárdot meghaladó költségvetésnek nagyobb része fejlesztésekről szól. Vannak olyan nem kötelező feladatok, amiket ugye az önkormányzat ellát, az utóbbi esztendőkben évről évre több ilyen van, mindegyik nagyon erős lakossági elvárásra, lakossági kérésre, nyomásra került be a költségvetésbe. Teljesíthető vállalás ez a 2017-es költségvetés, de nagyon oda kell figyelni, hogy egyrészt a bevételek teljesüljenek, másrészt pedig a kiadások ne szaladjanak el. Az MSZP önkormányzati képviselői erős véleményt fogalmaztak meg a költségvetéssel kapcsolatban. Szerintük egyetlen biztos pont van benne, ami a hiány. Véleményük szerint a költségvetés a kiadásokat hitelfelvétellel és nem valós bevételekkel próbálja kompenzálni. 26 milliárd forint bevétel társul, a hiány eltüntetésére hitelfelvételt irányzott elő polgármester úr, és olyan sorok találhatóak a költségvetésben, amelyeknek teljesülése elég kockázatos, mondta polgármester úr, én pedig azt mondtam rá, hogy ezek nem valós bevételek, ezek fiktív bevételek, de majd évvégén kiderül, hogy mennyire leszünk egyensúlyban. Azt lehet összefoglalóan mondani, hogy a költségvetés egyik részét, ami a működési kiadásokat, a kötelezően vállalt feladatokat és az önként vállalt feladatokat tartalmazza, ezt a kényszer írja ma, a fejlesztési részt pedig Brüsszel írja. Ami persze alapvetően nem probléma, hiszen a nagyobb része most a költségvetésünknek fejlesztésekből áll, viszont azt nem szabad elfelejtenünk, hogy még egy ilyen lehetősége Békéscsabának nagy valószínűséggel nem lesz, hiszen a topos források 2020-ig irányoznak elő fejlesztési lehetőségeket. Ezeket kell tudnunk úgy elkölteni, hogy a lehető legtöbb helyi vállalkozásnak próbáljuk meg belőle a kivitelezés során munkát adni, és olyan beruházások tudjanak megvalósulni, amelyek bevételt termelnek, vagy pedig hatékonyabb működést irányoznak elő. A DK, az LMP és a Jobbik képviselői jövő héten értékelik a költségvetést, melyről részletesen beszámolunk majd hétfő esti híradónkban.